nem csak az üzemanyagokára a keresletük is hasonlóan, vagyis drasztikusan csökkent az elmúlt időszakban. Országosan több mint negyedével esett vissza a fogyasztás, a benzin esetében ennél is nagyon mértékben. Egyes töltőállomások ugyanakkor sokkal jelentősebb kereslet, illetve bevételhiányt is tapasztaltak. Az Autonavigátor cikke szerint volt olyan autópálya mentén álló benzinkút, ahol egy nap alatt egyetlen autót töltöttek fel. Nem meglepő, hogy ebből kifolyólag egyes hálózatok időszakosan töltőállomásokat is bezártak, vagy röviden nyitvatartást vezettek be a veszteségek csökkentése érdekében. Ezt a Sóstógyógyfürdőn, de mellette Demecserben és Hajdúböszörményben is benzinkutat működtető céget az országos átlagnál kisebb mértékben érintette a visszaesés. Április hónapban sajnos volt egy 10%-os forgalomcsökkenésünk, ami a benzin forgalmazását érintette inkább. A gázolaj forgalmazásában nem látok tavalyi évhez képest komoly eltérést. A világpiaci folyamatokban ugye van egy pozitív dolog, ez az olajár csökkenése, ami jelentős mértékben csökkentette az üzemanyagok kiskereskedelmi árát. Úgyhogy ez kedvező lenne számunkra, csak hát ugye a világban a kereslet csökkent. És ez most nálunk is nagyon erősen mutatkozik, azért saját tapasztalatunkból is látjuk, hogy mi magunk is kevesebbet autózunk jelenleg. Február vége óta egy igen jelentős üzemanyagárcsökkenésnek lehettünk tanúi. A héten azonban már jócskán rángult a benzin és pénteken a gázolaj is. Az ügyvezető elmondása alapján a vásárlók rendszeresen érdeklődnek mi várható árak terén, ami teljesen természetes. Azt javasolja a tankolás előtt állóknak, hogy a Brent olaj tőzsdei árát és dollárárfolyamát figyeljék. Ebből le lehet szűrni, milyen változás valószínű. Most jelenleg megindult felfelé a Brent árfolyam elég jelentősen. Ez hozott is magával a héten most már 2 áremelést. A forgalomról annyit tudnék elmondani, hogy a hétfőre bejelentett nyitás miatt megemelkedett a forgalmunk. Főleg az áremelés előtti napon nagyon jelentős forgalomról tudok beszámolni. Látszik, hogy az emberek elindultak, tehát most kinyitottak a boltok, munkahelyek szerintem, és emiatt elég jelentős forgalomnövekedés lett. Az elmúlt időszak kapcsán a szakember még arról számol be, hogy elsősorban a védekezés terén rendeltek el intézkedéseket. Polikarbonát falat telepítettek a kútkezelők védelmében, valamint gumikesztyűket és arcmaszkokat szereztek be. Kereskedelmi oldalon ugyanakkor nem kellett változtatásokról dönteniük.